Szóval, hey! Szonya Soul, MTV News. Mi szól? Szonya. Szonya Soul. Aha. Miről szól? A mixerre. Nem mixer, MTV-n. Nem. Még egy csaj. Nem, nem voltam sose az a nagy izé MTV rajongó. Hogy... Hajnal négyig vertem a izeit, a basszus gitárt. Mi baj? Hát, csak úgy, rám jött. Basz! Én ezt kettem. Jó, jó. Jó. Még jó kis dolgok jutottak eszembe. Ilyen egyszerű, de nagyszerű témát. Láttam vagy? Mire? Láttam. Te cigizel? Nem. Csak láttam most cigizel. De mi a fasznak? Nincs benne nikotén, nem lehet visszazokni. Zero nikotin, ez csak ízanyag, meg ilyen... De mi? Hát a szipárkodás végén. Azt majd a végén rászoksz az igazi cigire. Arra nem tudnál rávenni. Jó, mi zújság amúgy? Más semmi külön. Jó vagy? Aha. Örülök. Pont egy időre biztos, hogy lefeküdtem aludni. Baszkész, mikor kezd? Egy koka? Hát amikor felkeltenek. Ez mit jelent? Most például a futár keltett fel. Mikor? Hánykor? 3:41. Most speciál 3:41 a futár kelt. Tegnap rendeltem egy izét, egy memóriakártyát, az máma már itt volt. A. Valaki jönnek. Igen? Jó, beengedem, jöjjön be. 3. emelet 11. Felkapcsolom a villanyt. Sándor Tibi küldött egy kis kaját, hé. Mindegy, egy ismerősöm. Nagyon ismerős ez a név. Biztos ismert, Szakács. Ja, a nagy magas szőke? Aha. Nem tudom, mi azt mondta meg le. Aki ott lent van múltkor, aha, ott nézik hullba? A szomszakás. Nem tudom. Azt kérem. Valóan. Azt mondtam, hogy főz nekem jó kis diétáskaját. Tessék. Most. Öcsém, ez nem kamuzott hely. Ez rendes, ez a gyerek. Hát csak hagyasik már. Na nem, nem miért csak közön mennél hozzá, csak hogy mit is fejezett neked. Kívül a konyhában. Te faszom. Azt ki hozta el? GoPro kihozom. Ez az a bizés palacsinta. Mit tudom, hogy milyen ez egy... Hogy is hívják? Geci. Valkozkodsz. Aha, úgyse mentem be vásárolni. És ajjaj kép. Izé? Ez ilyen karamell. Nesze. Öcsém. Nesze az.
etetnek, itatnak, a rákkal etetnek. Ha van aki. Öcsény! Gomba! Figyelj! Nem lehet a gombát meg, hogy... Mi, nem szereted? Nem lehet. Tudod, na! Kérem, szeretettel! Figyelj! Hogy ma? Ez ilyen ízés paprika? Zöld borsópüré? Bazd meg! Bőségtel! Köszönjük szépen! El fogjuk fogyasztani. Gombát, hagymát, paprikát én nem eszek. Mert ugye azok durva rostot tartalmaznak, meg ingerlő. De anyukámmal meg fogjuk felezni, és jó ízzel meg fogja enni a gomba köredet. Ez meg padlizsán, ha jól látom. Hát én ezt most meg is kóstolom. Vagy nem az? Ez az. Én ezt fogom állni. Köszi szépen. Visszacsomagolom most egyelőre. Csak így letakarom. Hát a kihű, kihű. Hú, ez a palacsin. Te kérsz egy palacsintát? Nem, köszönöm, hogy most vacsorázta. Na, akkor majd később. Hát én csak betolok egyet. Már nem akartam neki állni enni, de... Egyet már csak benyomok, mert... Nem finom karamell. Öntet van rajta. Na, megigazgattam a dolgokat. Ugye, nyugodtan tudom. Helyre raktam a... Dobok, mit tudtad cserélni? A dobszerkóra? Persze, azt kicserélni. Az előzőre? Ami az előzőben? Persze, hát azt meg... meg voltál. Na jó. Citrom is van benne. Töltelékben. Túlós palacsinta, mazsolába és citromma. És le van öntve karamell krémmel szósza. Finom. Nagyon finom palacsinta. Nincs túl édesítve, pont olyan, ami ennek lenni kell. Nem fasza. Este fejefalom, meg éjszaka. Na. Ó, ezt írjuk már egy lapra, van egy ilyen jegyzetünk? Ja, felvesszük, hát mi? Csak ennyi. Ide veszed az egyik létezéssel a végére, most hirtelen. Mikor ott járunk, jó? Csak emlékeztetőnek hadd legyen itt, aztán... Várjál, azt mondja, 2, 3, 4. Azt mondja, hogy kontroll. Levesszük 50-re. És a 80, ezt is levesszük 50-re, azt hiszem ennyi volt a normál beállítás. Monitor.
te takra valamelyiknek a végére jön felfel. No. Oké. Okay. Belefüleltek? Aha. Mi mindjárt belefülelsz basszussal együtt. Basszussal? Miért? Eltérjük. Nem. Ja. Most fogom neked megmutatni, hogy mi jutott eszembe. Tehát hát jutott eszembe. Jó. Ez nem kell, ez viszont kell. Ilyen kellemes kis izéje lesz neki. Na, mit nyomtam meg? Na. Ja, ú, lesz. Vagy csak egy 10 centit. Ja, majd lesz egy rész, amit megbeszélünk, mert nem volt tiszta, hogy mikor tompított, meg mikor fogsz egy fél hanggal feljebb, úgyhogy ezt majd... We'll be right back.
Guitar Hero! Jó. Cis mint cis. Cis mint cis. Cis mint cis. Cisis. Hisis. Azokat tudom meg. Micsoda? Hisis. Hisis. Elvileg olyan is van ez. Hisis. Logos. A hát, hogyha felemeled egy fél hanggal, akkor az hisz, ami cé. Hát, és a hisz, az cé. Aki ateista. Mert az még egy fél hanggal felemeled. Ha. Zabász megint mi? Ja. Zabász megint mi? Ezek mind ön van. Sikerült? Ez? Aha. De. Bejebb is. No. Várj. Jó. No. Nem Isten vagy. Ha majd koncertre berangul. Pedig tostok. De jó. Nem felejtek számít sokat. Felfelejtettem a szárnyat, mert ilyen... Miért? A jelszintet. Már van körülbelül? Nem, tényleg nem azt akarom, ami a kis évet, hanem egy kicsit ilyen valamiért. Kiállást, tehát itt pont úgy fejeződik be, hogy...
Tehát én nem kell neki azt mondtam. Igen, mert... Szükített nélkéne. Mi van ott alatta? Az. Akkor a... Akkor ezt kell trillálva. Nézzük, meg kell tudom, miért pontosan menni, mert most például zero volt. Ha. Vissza, rajtunk. Nem, szerintem még több kellett volna. Viola, 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 ta. Aha, na, akkor ezt játszom. Négy viola, meg egy tá. Csak egy nagy nehéz elkapni. Na, majd figyelj meg, én mit le fogok szopni a basszus alapba a rejtből. Nem vagyunk is tud. Nem bonyolítom, csak pontosan kurva nehéz játszani. Aha, meg gyors is volt. 16-odokat játszol, az simán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-tel kell számolni. Mert az agyadban triolát számolsz, mikor nem kéne. Hát az ujjadnak akkor is úgy kell mozogni nekem, mert nem ott lesz a... Mi? Ez sima izé. Semmi triola nincs benne. Csináld meg. Ez az sima 30. Minden meg tudom, bazd meg. Na, short vagy gyors? Nem, jó volt, csak nem több volt. Előre. Tessék. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez pont annyi. Na, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Még tekerd el az elejére szólónak. Ez szép, nagyon szépen megszólalt. Akkor majd rávezem azt is. Bárcsak. Azt annyi szóval veszünk, amit akarunk. Persze. Ezt élőbb állom a nőcsét. Ezt kívánja. Ez nagyon kvártos. Igen. Ez. Nem ide. Most. Csak harmadik ön. Erre nem kell tudni. Csak amikor harmadik. Most.
tam tam tam. Azt még vegyük már fel három hangot. Így, ennyit. És csak a triola marad egyedül. Ja, igen. Figyelj. Aha. Csak milyen harmónia válja? Ami mi? Ugyanaz, mint itt. Milliken. Az kurva jó. Ah, jó, ez gonosz! Mi? És csak kizárólag fiam. Annyi. Nagyon jó lesz. Ennyi. Jó, ez olyan sántán bazdmeg, hogy nagy. És ott fog meg, hogy a tudunk, a szóval jön meg. Úr, sántános lehet. Sárkányos lehet. Jó, de jó, nagyon. Na. Nem is tudom, mi szólalott meg, de valami nagyon sötét dolog. Az a fél hangok a felső szólammal. Terc. Szerintem nagy terc. Nagyon sárkányos lehet. Ugye nagy terc. Nagy terc. Gonoszka lett. Úrjön. Na nézzük, csinálok itt a szanggerőbe. Persze. Jó. Még karakteresebbé tehetnék mondjuk azt a gitárszólót magát. Uh-huh. Valami effektel. De az legyen basszus után, jó? Persze, hát az majd csak tényleg utómunka. Meg ezeket is kijavítottam, tudod, hogy itt voltak benne, tudod, hogy ilyen csúszások nem ott kezdődött, azt izével meg gyönyörűen. Igen, most már rajta van? Persze ezzel a melodinnal, tehát ez az audiót úgy tudod műteni, mintha midi lenne. Tehát a izét bele, vibrátót bele, ha éppen nem játszottál bele kézzel, akkor teszek bele vibrátót, vagy ha rövid egy hang, vagy nem jó helyen kezdődik, akkor egyszerűen arrébb húzom. Hát az... Tehát az... Úgy nő. Nem jó? Akkor arrébb teszem. Ha elbasztál egy hangot, mit tudom, fél hangon feje vagy... Maladine. Az átmenetet, minden vibrátot, mindent uralni tudsz rajta. Ez nagyon okos készség ez a melodin. Jó. Nyomjuk fel a basszust. King Diamond lett ott az a vége. Ugye milyen gonoszos? Ah, nem. Jó, nem fog fájni. Micsoda? Nyomni. De, biztos. Felnyomni a bassz. Ja. We'll be right back.
és már az első kört elbaszom. Kör. Hát így kaptogat, akkor azt újra kell venni. Érted? Akkor újra kell venni, úgyhogy másképp játszom, másképp pengetem. Mert itt kicsit csámcsogós lett. Érted? Uh-huh. És ha nem az miatt van, hogy kiherélted ott egy kicsit? Konkrétan? Nem. Akkor másképp kell pengessem, annyi. Hogy ott bundás legyen, tehát ott halljuk, hogy mi szól, érted? Majdnem, hogy a bőgő dominánsabb, mint a... Érted? Mint a gitár? Igen. Persze folyamatában más játszani, mert ott koncentrálsz az előtte lévőre is. Másképp utána... fogom elpengetni. Be, hogyne. De azt mondom, hogy másképp pengeted, mikor folyamatában. Igen. Akkor itt elvágom. Meg, hát ez idáig. Ugye? De akkor a másikra is ugyanúgy kell feljátszani. Minden, ha ez akkor, de akkor csak úgy játszom, hogy a dobot szólóra, meg a basszus szólóra, és akkor... Mert különben akkor nem hallom. Tehát ilyen másképp kell pengetni. Kevésbé erőteljesen, nem? Nem, feltétlenül. Mert attól a húrodra csapódik, ha nem vigyázunk. Ezért szeressük a midit. Ugye? Mert ha audióba veszed, akkor így jár. És akkor ezt is. Ezért imádom én a midit.